Ezek a felvételek még a tavalyi évben készültek, amikor az egyetem épületére napelemrendszer telepítettek, amely október 15-e óta folyamatosan üzemel. A megújuló energiahordozókat az intézmény A, illetve M épületére telepítették, összesen 905 darabot. A napelemek körülbelül 35%-kal csökkentik az intézmény villamos energiafogyasztásának költségeit, emellett éves szinten mintegy 200 tonnával csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezek a megújuló energiaforrások is a könnyebb fenntarthatóságot helyezik az előtérbe. Napjainkban egyre fontosabb kérdéssé válik ugyanis az energiatakarékosság, illetve a környezettudatos életmód. Ezzel kapcsolatban kérdeztük meg városunk lakóit, ők mit tesznek az energiagazdaságos felhasználásáért. Nagyon figyelek rá. Úgymond allergiás vagyok rá, hogyha valahol a gyerek úgy hagyja a villanyt. Tehát egyből, sehol, ahol nem tartózkodunk. Mint mondták, nagyon fontosnak tekintik, hogy ne pazarolják feleslegesen az alapvető energiaforrásokat, így a vizet vagy az elektromos áramot. Általában mindig odafigyelek arra, hogy otthon is takarékoskodjak, elzárom mindig magam után a csapot, hogy ne folyjon feleslegesen, ne költsünk sokat, hiába a rezsicsökkentés, akkor is azért elég magas a vízszámla. Ugyanígy a villanyt is leszoktam kapcsolni, ha éppen nem vagyok abban a helyiségben. Hát nem használok otthon gyertyát, de figyelek arra, hogy ha nem muszáj, akkor ne folyjon a víz fölöslegesen, és ne égjen a villany fölöslegesen. Mindenképpen muszáj, mert különben borzasztó összegeket fizetnék. Szóval mindenre van ilyen szűrő rakva, meg mit tudom én, hogy olcsóbb legyen. Az energiatakarékosság és környezettudatosság fontosságára egy világnappal hívják fel a figyelmet, amelyet március 6-án tartanak. Magyarországon 2000 óta különböző rendezvényekkel helyezik előtérbe a környezettudatos életmód fontosságát.